van kis, belőle tényleg komolyan mondom, eleged van, elegem van. Olyan gullű szemed van, meg olyan büdös a szád állandóan, amikor rám. Mi van? Meg állandóan, amikor mondod azt, hogy... békén. Wow, amikor mindig, amikor ugatsz, wow, akkor így rám lehetsz, tudod, így kb. Sándor, rám leheled a büdös, nyerszt, ékes, húsos cuccaidat, amit biztos megettél, meg mit tudom én. Dani, Husi, Dani. Rólad nem is beszélve, komolyan Dani, mondom. Dani, itt egy kis tezador. Na jó van, húsidulat nem is beszélve, komolyan mondom. Állandóan minden egyes ruhám tele van macska szőrrel, mert mindig azokon szoktál aludni, rá szoktál nyávogni, nyálazni, meg minden izé szétkarmolod. Jó, az igaz. A kanapé is mindig szét van izélve, meg minden. Szabi, te jössz, komolyan mondom. Te vagy a legrosszabb igazából mindenki közül. A vicsorgó hangodat soha nem fogom tudni elviselni, de tényleg állandóan csak izélsz mindenen. Ez nem igaz. Múltkor is mondtam neked, hogy menjünk el az erdőbe takarítani, a fa leveleket tudod fel, mert ott szét vannak szóródva, valaki biztos eldobta őket ott az erdőben, nem tudom, hogy történt. De... és te egyből mondtad, hogy jaj, a fák, meg jaj, természet, meg ilyenek. Na jó van, elegem van beletek, sziasztok, hagyjatok békén, komolyan. Elmegyek egy TikTok podcastbe, fogok elmenni, ahol el fogom mindenkinek mondani a valódi életeket, és elmondom, hogy kis a legnagyobb titkodat, amit tudok rólad. Busi, rólad is, és Szabi rólad is. Mindenkiről van egy titkom. PGT-t én várom. Úristen, Jézusom, ti itt figyeltek engem? Na jól van, nem gond. Szóval, srácok, a következő rendezvényünk nem más lesz, mint a Szónok és Nyíregyháza. Hogyha el akartok jönni igazából találkozni velem, Kissel és Szabival, vagy esetleg meg szeretitek hallgatni a zenéinket, illetve meg szeretitek nézni a vadonatúj filmünket a kis nyomában, akkor mindenképpen ott a helyetek. Illetve még nagyon sok más szimpli programmal várunk titeket. Például kérdezz felelek, víz, dedikálás, mozifilm és ugye a zene. Szóval, srácok, hogyha igazi fonjaink vagytok, akkor ott a helyetek, felírtok a patreon.hu-ra, ahol megtaláljátok a jegyeket. És mi az, Kis, elmondod? Tudom, Kis, hogy igazából neked volt egyszer egy macska barátnőd. Hát, nagyon gáz van. De ez nem igaz! Na jól van, elmondom a világnak, hogy mi is az igazi énetek. Komolyan, remélem nem jön vissza. Oh. Mi van, vissza akarsz menni a macska barátnődhöz? Kussoljál már! Hallod? Tehát, hogy én inkább rólad nem beszélnék, mert nem tudom, hogy milyen titkod van, de az a helyzet, hogy nem is szeretném megtudni, mert valószínűleg utána két napig hánynék! Jó, figyeljetek! Jó, amúgy igen, van egy tippem, hogy Dani mit tud. Az nem derülhet ki! Na jó, srácok, van egy ötletem. Öljük meg! Viccelek! Nagy komolyan megyetek már! Szóval én igazából megyek haza! Holnap találkozunk! Sziasztok! Jó reggelt! Mik a mai hírek? Megnézem, nem mintha tudnék olvasni. Tudtudú, meghalt egy kékruhás csáó. De vicces lenne, ha Dani lenne az. Azt mondják, hogy Daninak hívják, és itt lakik a faluba. Milyen furcsa egybeesés! Várjál már, ez Dani! Úristen, itt van róla egy kép! Kisik tényleg megtették? Ezek nem normálisak! Kis! Most azonnal gyere ki! Kis! Nem működik a csengőt, bejövök! Haló? Mi van? Keljél már fel, na végre! Megölted Dani, te normális vagy? Hát de mondtuk, azt mondtuk, hogy poénkodunk, de meg megcsináltad? Mit? Hát mit? Mi az, hogy mit? Mit? Hát mi az, hogy mit? Hát most van benne a hírekben, hogy meghalt, Dani! Mi van? Hát te voltál, nem? Meghalt? Hát mi? Kampec, dalavesz, keres, nem tudom. Tudja, hogy ez egy idióta macska volt, komolyan mondom, megölöm. Husi! Hát azok ilyen gyökerek! Na jó, akkor menjünk, kapjuk el Husit, hát nem hiszem el, de hogy ezt csinálta. Kis, hol a francba vagy már? Hát gyere már, itt van! Itt vagyok, követtem húst! Most azonnal tolj ide magad! Én megöltem Danit, miért Dani meghalt, de nem visszajött? Ne hazudjál! Nekem ez nem tűnt őszintének, jó van Husi, köszönjük szépen, de vagy tartóztatva. Bilincset rá! Neked van ilyen mini fegyvered? Az ilyen nerf? Igen, teljes mértékben nerf. Na, álljunk ahhoz! Nem vagy rendőr is! Álljunk ahhoz! Azt én leszarom, hogy rendőr vagyok, mert attól még lelőhetlek, sőt még jobban mint egy rendőr. Lábakat a talpúra, kezeket a földre! Mi? Nem tudjátok, hogy meghalt Dani? Hát a neten fönn volt. És szerint a hiszel az internetnek? Hát igen, de tuti te volt, nem, én ezt már kis legyalakultam. De maradjál már, neked ilyen aranyhal mondaná el ezt, akkor is elhinnéd. Na, de várjál már, de miből gondolod, hogy Husi volt? Én kis azt hiszem, hogy te voltál, mert te mondtál azt, hogy mész inkább gyorsan, mert hirtelen dolgod akadt.
De te mondtad konkrétan azt, hogy meg akarod ölni, hogy akkor öljük. Jó, de csak poén volt. De amúgy Husi, te is nagyon gyanús vagy nekem. Én nem vagyok gyanús. Te is csak hazatűntél, és egy kard volt neked is a kezedben. Na jó, várjatok, van egy ötletem, jó? Nézzétek, tartsunk egy szavazást, mindjárt megmutatom hogyan. Szóval, gyertek, nézd. Tugjátok be a szemeteket, és várjatok, álljon ide az, aki szerint én voltam, vagy Husi. És álljon ide az, aki szerint én vagy Szabi. Tugjátok be a szemeteket. Ne. Várjatok, nem, még feldolgozza a szavazást a rendszer. Nem olyan egyszerű dolog. Milyen rendszer? Gránitblokk. Igen, gránitblokkos rendszer. Most vettem így, nem tudom, ott a neten. Jó, oké, és királyság, kinyithatjátok. Ez az! Mindannyian! Tartóztatva tudtam, hogy Husi, te voltál az! Ez az kis, de jó, ilyes vagy! És te mit csinálsz? Most minket is meg fog ölni! Ne! Nem volt meg senki, ti voltatok, és most rátok hívom a rendőrséget! Husi, igazad volt! És megfigyelünk titeket! Menj már innen, macska felé, ne ugráljál! Kis, hallod? Mi van? Kis, inkább gyere ide, engedj ki minket, és akkor derítsük ki közösen! Jó, tudod mit? Ez figyeld, ez még nagyobb kínzás Husinak. Egy belgedet, ami van. Ne! Vigyél, menjél lesz, hogy... Husi! Na, addig nem jöttek ki, amíg el nem mondjátok, melyik őtök ölte meg Danit. Husi! Ó, kint vagyunk. Én? Na? Ő volt! Melyik őtök ölte meg? Most mondta, hogy én! Nem én voltam, kis volt szerintem. Hallod, kis hang, vagy azt mondani, hogy én? Én. Ő volt! Hallottál, Husi? Én csak annyit mondta, hogy én nem volt semmilyen kérdés. Szabi, mondja azt, hogy én öltem meg Danit. És kapsz bónit. Nem mondtam ki! De én mondtam! Ki mondta? Ki mondta? Szabi, hívom a rendőrséget, 204! Nem hívod a rendőrséget, miért mondasz? Jó, nyugodjunk meg, mindenki mély levegőt! Várjatok, álljatok odébb, mert ide pukisztam, gyertek odébb. Szóval, itt vegyetek mély levegőt. Na, a lényeg az az, hogy akkor gyertek és derítsük ki, ki volt a gyilkos. Te voltál, vagy Husi? Nem, de ne legyetek már ilyen buták, jó? Husi háza lesz a főhadiszállásunk. Akkor ide lerakunk kamerákat. Várjál. Jó, igen, minél több kamerát. Lehet, hogy a gyilkos vissza fog térni a helyszínre, szóval ki kéne menni és kintre is lerakosgatni a kamerákat. Vagy pedig te házad a szakuk kamerákat. Az majd ki fog derülni, akkor nincs mit elaggódnod. Na, szóval Szabi házat is telirakjuk kamerákkal, és akkor ki fog derülni, hogy melyik őtök volt. És a te házadban miért nem rakunk kamerákat? És a te házadban is telirakjuk kamerákkal. Rakjatok, én leszarom, de azt fizessétek ti ki. Na jó, akkor majd kiderül, hogy ki volt a gyilkos. De Husi, tarts kisen a szemed. Nekem nagyon gyanús. Te nagyon kilelkasz volni. Kis, szerintem tudom, hogy te voltál, mert van is rá bizonyítékom, és most fel fogom venni, oké? Okay? Mi? Na, ismered milyen azt... Bizony? Hát, na, hadd mondjam el. Ismered azt, amikor a gyilkos és a süket beszélget? Nem. Tessék? Mi van? Tessék? Nem értem. Halló? Nem hallok. Halló? Mit mondasz? Mi? Husi! Igen? Nem értem. Mondod valamit? Mit akarsz? Husi, ismered azt, hogy a gyilkos és a süketek beszélgetnek? Mi a beszélsz? Mi? Mi? Mi van? Mi a neved? Mit akarsz? Halló? Mi a neved, narancssárga? Neked mi a neved? Hallottál! Gyertek! Itt van! Itt mondtam, hogy az újságba bele van írva, itt van! Itt fekszik, látjátok? Én nem bírom ezeket. Mit nem bírom? Nem merek oda menni. Igaz, nem szabad bemenni. Várjatok! Itt egy szürke szőrszál. Nagyon gyanús vagy nekem, kis. Őszült, Dani. Te szőröd, te. Nekem nem is szürke, ez bécs szűrt egy gyökér. Husi, gyere ide! Igen? Szabi. Ha? Milyen a nyakkendőd? Nyakkendő? Nem szürke? Vagy mi az, nem tudom. Szürke. És a sokkal szürke, mint az én
színem. Na jó, hagyjatok békén! Hogy vérfolytok. Vérfolytok? Lehet, hogy a gyilkos, Dani megsebezte a gyilkost. Itt van lett a vérfolytok. Hova vezet? Elcsüpög a vérfolyt. Kövessük! Amelyikőtök megölte Danit, azt megölöm. Akkor én magadat fogod. Amelyikőtök megölte Danit, azt megölöm. Akkor önmagát fogja, akkor ugorhatsz is lefele. Maradjál már! Na milyen messze? Nézzétek, itt egy ház! Várjátok, ide nem mehetünk be csak úgy. Várjátok. Azt oda csapott egy villám. Láttátok? Várjátok, fedezem a területet. Vigyázz, itt egy TNT. Én nem. Mi ez a hely? Senki se van. Senki. Itt van, Szúri, nézzétek! Oké, gyere, le kell menni, menjél már kis, menjél már, leférsz, nyomjanak le, na, menjél már! Húsoljál már, én itt fedezem nektek a terepet, ha kell, akkor nem fogok. Na, hello, sziasztok, srácok! Srácok! Nyugi, bezárta a bejáratot, nem tudtok innen kimenni. Na, szóval, ezt szeretném mondani, gondolom ti is kíváncsiak vagytok, hogy ki ölt meg engem, igaz? Yes! Na, hát igen, élek, mert igazából csak megpróbáltak megölni. Pontosabban, megpróbáltak megölni! Tudtam, srácok, hogy mind a kettőtöknek benne van a keze! Nagyon szégyenlek! Na jó, hogy mondjam is el, az igazság az, hogy kis elvágta a kocsimba a féket. Tudtam, végig tudtam. Szabi, te pedig megmérgezted a kajámat. Mi? Ezt honnan? Ja nem, bocsi nem, az Husi volt. Husi megmérgezte a kajámat. Szabi pedig összekötötte a cipőfűzőmet. Jó, mert az poén volt. Ezzel akart megölni, mindegy. Szóval... A lényeg az, hogy mindannyian bűnösök vagytok, és ezzel felrobbantom most itt magunkat. Mi? Ne! Szóval srácok! Dani, meg lehet ezt beszélni? Na, akkor egy bocsánatkérés várok mindenkitől. Bocsánat, Szabi. Bocsánat, Dani. Nem én voltam. Bocsánat, Husi. És bocsánat, Dani. Szeretlek titeket! Ez a szűrit, ezt beállhatom Szabinak? Na jól van, igazából az egész egyébként csak egy teszt volt, hogy mit csináltok akkor, hogyha elmondanám mindenkinek a titkotokat, de jutjuk, hogy megölnétek. Mi mit öltünk meg, látom? Miért kellett belém szúrni? Az mi volt? Az valami tű, nem? Igen, belém szúrt egy tű. Ja, ez ilyen veszettség elleni cucc. De azt a korábbi kisbe kellett volna. Ki ölte meg Szabit? Melyik öltök volt? Hát, nem nálam van a tű. És nem van. Na jó van, srácok, ennyi volt ez a videó. Nagyon remélem, hogy tetszett, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ciao!